Csá! Sziasztok, hello! Folytatjuk a sorozatot, Keeper Rell, a múlt is, Hard 7 Days-t. Igen, és még nem haltunk meg, More, ez csoda. Ja, tényleg. Én is Igaz, hogy próbálom még az első összeszedni napnak magam. nincs vége, de az már akkor is. Tényleg! Egy részt kibírtunk, 5 perces részek Oh. kellene, akkor tovább bírjuk. A boltban használható a kohó. Júj! Gyerek. Körbenézek még a boltba, az udvaron mit lehet ellopni. Hagytak itt a emberek, mikor még étek. Itt hiányzik egy létre a gyerekek. Majdnem mellé nyúltunk. Ezt fölnézzünk, srácok. Óvatosan. És Szemétbe, szeg. Jó lesz az, hogy megszegeljük az izét, az ajtót, ne tudjanak bejönni a zombik. Betonkeverő is használható, meg a... mi ez? ez tök Kohó is jó. használható. Na Tök és jó. amúgy Akkor kohó. nem is lenne hülyeség oda telepedni például, mert akkor azokat nem kell lekraftolni. Ja, figyelj, igazából itt is van sivatag, nem messze. Sivatag, kiégett terület, erdő, itt a teteje Úgyhogy havas, akkor az egy jó tökéletes. letelepedési zóna. Aha. Aha. Meg nappal ugye ide be tudunk futni. Ja, meg arra vigyázzál, hogy hatos szinten, ha nyitva vagyod a boltosnál kaput, akkor bemennek a zombik. Nem Ja. állnak meg. Az jó. Ja. Használható a munkapad is, beszarás. Tehát akkor gyakorlatilag ott tényleg egy izét, egy ilyen telephelyet Ez csinálsz, egy ilyen, igen. és Elég akkor ott nappal tele. használható, éjjel meg ugye kint. Ja. Hogy közvetlen közelébe kell csinálni, aztán Ez itt csak. tökéletes. Vagy is melyek bányázok vasat, gyerekek. Csinálunk ilyen izé, mi a fenét? Nyilvesz, vagy nyílhegyet. Munkapadba, mit indítsunk el? Semmit, mi? Hogy váljatok. Szerzünk valami pénzforrási lehetőséget még. Mi ez? Anubis. Ja nem, áfonya. Áfonyát lelopjuk a boltból. Ja tényleg, viszont konzerveket lehet beszerzünk. Automatába. Kávé van. 34, megveszem mind a hármat. Jó az kitartásnak. Hát a ruhásszekrényt én megnéztem. Csak akartam, most nem tudom. Megnéztük, nem? Ja, izék, alap volt benne. Szét is szedem. Fekete kábbai kalap. Oké, még egy létre, és akkor elvileg megvan. És akkor én csinálom a bázis belső részét. El tudjak héderezni. Ó, nagyon király, gyerekek, király. A fejszét megpróbálom megszerezni. Igazából nem sok a havas rész, talán itt nem fagyok meg, ha ide vágok egy izét. Dobok le egy hálózsákot. Tényleg fáklya kellene, de amúgy, várja, az valamit változott? Az nem, mi kell hozzá? Animal fat? Régebben az ki kell... Fáklya? Fáklyát mondtál? Aha. Izé, sima zsíradék, azt hiszem. Ja, régebben izéből is lehetett szénből. Azt hiszem volt egy... Tényleg? Ah, Aha. nem emlékszek. Volt egy Lehet, időszak. hogy azzal, lehet azzal a verzióval én nem is játszottam, vagy nem tudom. Ja, Nekem régen nincs úgy volt, hogy fejes. szénből is lehetett. Most meg az Ah, állati tök zsíradék jó. van csak. Ah, 48 áfonyát loptam a boltban, jó van. Ne kéne menni Uha. még fát vágni, gyerekek, szerintem. Még éjszaka előtt. Te megijesztett a zombi! Ben pakolászok a ládába, hallom, hogy észrevett úgy hörög. De el csak mászik. Talán meg lesz a második zombi élésem is. Második? Hú, én már izét... Szerintem Igen. vajra tettem egy csomót. Nem megyek, veszek izét. Vagy szerek még fát én meg. Jó, most egyelőre akkor itt egy tábort ütünk. Na meglátjuk akkor, hogy lesz továbbiakban. Ez mi a Égett zombi? terület, hú. Igazából valami eladó holmit kéne összeszedni. Kell a fa a gyerekek, hogy a belső dolgot, részt ki tudjuk építeni. Tuskó. Konzerv. Lehetett volna benne ilyen látó is. Várjátok, van egy több tuskó, és azt is megnézzük. Nem remélem, ezen a kis mennyiségű havas területen nem lesz favágó zombi. Vadász puska, tus, az tök jó. Nem tudom, mennyi pénzért lehet eladni. Mindent el akarok adni, Az mindig ilyen pénzért fegyveralkatrészeket az elég jól el lehet, ugye? Hát igen. 131, hát ez 112-ért veszi meg most jelen pillanatban. Én is láttam egy ilyen tuskót, mindjárt megnézem, hogy van-e benne valami. Néztük, vagy kihagytam. Aj, a keselyű, a kiégett területről itt röpköd. Hát szeretem. Az leginkább kiégett területen van a keselyű? Hát, szavanna.
kiégett terület? Uh-huh. Még nem tudom. Ez a kettő, ez biztos? Többös. Robbantó terület? Holnap reggel meg elnézünk, srácok, ott láttam egy épületet, megnézzük az mi. Na jó, most... Hol hörgött a zombi? Ott mászik még egy. Lehet, azt megöljük. Támad a keselyű! Támad a keselyű! Mennyi évesző van? 14! Meg ne fertőzz! Hol lettél? Jaj, tényleg airdrop is. Az melyik napon? Hatodik? Harmadik. Harmadik? Nem az tudom. Jó. Reméljük a harmadik napra van állítva. Az fain. Na, ez a keselyű, hogy gyerekek. Tehát rólunk, vagy mi? Valamit támad, talán leszállt rólam, nem tudom, pedig egyszer meglőttem már. Szerünk egy kis alapanyagot, mi meg, és akkor egy éjszaka bent megpróbálok tevékenykedni. Te nagyon izé, staminám nagyon. Lyuk az ugye visszanyomja a staminát, mondtad. Igen. Azt hörög, mi hörög? Úristen. Aha. Meg izé hatása is van, így HP növelő nagyon minimális, úgy látom. A legjobb területen vagyok, komolyan mondom. Kégett terület, robbantott terület, meg havasnak a sarkon. Az a gyerekek, jön a zombi. Három szemét? Na. Tehát ez a baj, az elején tök vízében a dolgokat találok. Az még nem is zavarna, de ez a kurva sok zombi, az nagyon idegesítve. Aha, nagyon hörögnek. Az a keselyű is hova lett. Talán eltűnt. Szemét az van, viszont jó sok van. Sok mindenben be tudok nézni itt. Ott látok két tuskót, srácok, hogy hármat is, azt megnézzük, hogy nincs olyan jó út. Hoppá, hoppá, mi ez házikó? Ó, találtam egy 45-ös pisztolyt, vagy egy pisztolyt, 9 mm-es. Hú, azt is jó pénzére lehet adni, ha úgy van, hogy nem akarod felhasználni. Írja az árát elvileg, ugye? 1640. Az igen. Az jóféle. Majd akkor izé elnyomjuk. Erre is, gyerekek. Hol láttuk ezt a másik két tuskót, gyerekek? Ott van egy. Na jó, ezekben elég jó lootok szoktak lenni, ezekben az ilyen félig össze kidőlt fákba. Ja, ja, igen, igen. Azt meg favágó zombi, hál' Isten. Itt is egy. De mindenhol ilyen tűzpattogást hallok, azok a zombiknak a hangja, kiégett zombiké. Nekem ilyen probléma nincs itt ezen a területen. Nincsen, ugye? Azon havason. Halleluja. Igazából ezek a pisztoly is lehet túl erős zombikán, úgyhogy nem nagyon érdemes használni szerintem. Nem. Ja, inkább... meghallják azt tudom, hogy az összes... Jajajaj, meg inkább beladni akkor már, jó van. Gyerekek, én megpróbálok akkor körülbelül bányászni. Meg közben fülelek, hogy nem eljön ilyen átvonuló horda. Az remélem, igen jó, ja. Ja, én lehet, hogy le is megyek izébe, alfába. Gyerekek, megyünk hazafele. Alul tevékenykedek inkább éjszaka. Megnézem, hány blokk mélyre ástunk. Aha, jól van. Meg elkezdtem követ bányázni. Bár a bolthoz most úgyse tudok visszamenni. Bolt mellett közvetlenül van egy hatalmas szikla. És ugye a boltnak a területén, ami közel van a vonzás közvetében, azt ugye nem lehet bántani. Igen. De felét meg pont, lehet, mi? Ez meg pont kívül esik. Hát ahol jó? Megütöttem a követ, ott lehetett, úgyhogy ott nem dobnak ki, úgyhogy oda mennék. Ez jó. Másik felét nem néztem, az meg már lehet a bolton. Jó, érdemes lenne letelepedned ott szerintem, vagy letelepednünk, aha, majd később esetleg csatlakozok. Szerintem az lesz, egyelőre. Nem rossz így különben, hogy külön-külön, mert tényleg akkor tudnak nézők. Mm. Ja, és akkor ugyanaz váltogatni. A ugyanaz a multi és két különböző játék mégis. Igen, és még... tök jó. Igen. Meg még szerintem nem sokára izgis is lesz, mert futás lesz, egy... kergetnek minket minden nap, naponta háromszor négyszer. Jaj, ne is mondd, nem is mondd. Jaj, nem mondom. Csak biztatom már magamat, azért mondom. Gyerekek, hol van a izé? Gyerekek, mindjárt első nap, éjfél, meg lesz halál nélkül, tök jó. Srácok, azért nem kapcsolok lámpát egyébként, nem vagyok hülye, csak nem akarom ide csalni az egész bagást. Uha, nem tetszett ez a hörgé, és ott a csávó! Jaj! Mindjárt majd lent kapcsolunk ezért trefit. Hány blokkra vagyunk? Várj, elvileg a térkép mutatja, ugye meg lehet nézni, hogy magasságot, ugye? Van egy olyanunk. Ja, igen. Az a... Ja, annyit nem csinálunk, ennyi ja, nincsen. 13 méterre vagyok most, akkor megnézzük a alján mennyi lesz.
Plusz 13-on voltam, tengerszint felett, és leérünk. Akkor vagyok. Minusz 80, tehát akkor az már egy jónak mondható, az, az pont 21 méter. Azért még adjunk... A szint az, az 13? 13 volt, és minusz 8-ra vagyok lent. Ja, az jó. Ez akkor egész kellemes. Hát lehet, hogy még egy-kettőt bökünk gyerekek, aztán majd akkor... Igen, az nem rossz. Lehet, hogy reggelig én megütöm a fát. Hogy nem tudom, igazából ki kéne használni, hogy nem látnak a zombik. Csak nincs mire nagyon. Nincs a környéken semmi, ki van égve minden. Megnézem a fákját. Robbantott területre meg nem nagyon merek rámenni, rálépek egy nyaknára, az csá. Lehet, hogy így izé... A hatos szinten lehet egy ilyen robbanásba egyből meghalnánk, vagy nem igen, tudom. Igen, igen, igen. Biztos. Még motorozni sem szoktam ott merni. Lol. Há. Ez igen. Sőt, már annak a szélébe vagyok. Hú, visszafordulunk. Egy szikla. Ez barátságosabb. Srácok, ezt ide lerakjuk a fákjánkat, hogy valamit lássunk. Autót se látok itt a robbantott résznél. De, ott van egy. Az autó akar lenni, gyerekek? Meg elmenészkelek. Oh! Oh! Mit csináltál? Gyerekek. Én semmit. Egy csávó most robbant föl. Júj. Hatalmas robbanás ment a domb tetején. Belement az aknába. Pont a kocsi mellett. Én meg oda akarok menni, jó van. Akkor az megoldódott ott a probléma. De nem mennek oda a zombik a hangra? Nem tudom, így Google-ba bányázok meg minden. Hát talán nem. Ha nem én csinálom az öreg, talán nem mennek oda. Nem látok itt senkit. Kigyót azt hallok sziszegni valahol. Látni már nem látok. Nos, kacok, mi meg akkor itt próbálunk te, működni. Hallom, ott jön a kígyó. Megküzdök vele én is. Jój. Azt elég hamar le tudtam rázni egyébként, azt vettem észre. Lerázni? Ja, hát ugye az nem olyan gyors. Inkább mor. Együttés. Kettő! Hú! Megnyúlik felém. Három ütés, na mennyi kell neki? Négy. Öt. Hat. Számodám. Hatra nem haltál meg. Jaj, pillanat gyerekek. 7 8 9 Gyerekek, 9 ütés kell egy kigyónak, nem hogy már. Pont nyitva van mellettem az ablakhoz, kicsit behallatszanak a kutyák. Ja, jó van. Volt, nyitva volt. Elkaptam a kigyót. Valami 9 ütésre halt meg, hallod? Hát nem, a elég bénák vagyunk így az elején akkor. Ja, sikerült megölni? És az mit ad? Bőrt ad? Egy bőrt adott, meg egy darab húst, azt hiszem. Igen, egy húst. Ja, nem sok minden van benne akkor szegénybe. Igazából, hogyha például macsétával metszed meg, akkor már dupla. Nem, mint hogyha többet számítanak, de például farkasnál ugye jobb azért. Egy autó elmerik, addig menni gyerekek. Nem robbanunk föl mi. Ráadásul utolható. Ott egy zombi is! Nem tudom, én egész jól látok így éjfél felé. De nem tudom, hogy a zombik is. Jobban látnak-e? Lehet, hogy igen, mert ezelőtt is, amikor egyszer próbáltuk ugye ketten, akkor nekem ja, készrevettek. Belenéztem az autóba, kettő darab horgász ólom nehezék van benne. Na, de hát ez valami pecás sávói lehetett. Ja. Nem jutott el horgászni szerintem. Lehet, hogy nem, igen. Na, jó. Van még egy autó, az is nézhető. Abban meg semmi nincsen, nem hiszem el. Csinálunk néhány wood frame-et. Én nem merek itt a robbantott területet nagyon mozogni. Házat se látok különben még, egyet se. Igen, én találtam egyet már. Meg a távolban van egy, oda reggel mindenképp el akarok nézni, egy nagyobb épület. Aha. Hát... Kicsit összekapom magam. Ajajajaj, megtámadott a keselyű, de jó, itt a robbantott területen, nagyon örülök. Meg még rá a sötétbe is, mi? Aha. Na most köpköd körbe. Talált. Az mellé. Az is talált. Jó, valami körbe jössz, addig gyerekek. Volna megölnöm. Háromból három. Ezeket nem használom fel addig ide. Egész jól eltalálom, és így körbe futkozik. Korán lőttem. Inkább legyen későbbre fánk. Ó, leszettem, jó van. Nem volt olyan rossz. Talán egy olyan 8-10 nyilvesszőm ment rá. Ez nem rossz. Olyan 7 talált körülbelül. Rossz hús tólat megadott, gondolom, bőven. Ide kialakítok egy ilyen helyiséget, aztán ott fogok szerintem héderezni, én meg.
Ha? Megcsinálom ba. Az alap vannak dolgokat oda. Blokktéglaszerű kövek, azokat próbálom az elején ütögetni. Talán azok hamarabb szétmennek. Mondjuk az meg nem ad vasat, hát mindegy. Na, elmúlt éjfél, jó van, első napot túléltük. Igen, yeah! Szerinted hetedik napig kibírjuk? Sima liba. Igazából attól függ, mennyire kezdünk el örjönkeni, hülyeskedni. De néha az igen. is kell egyébként. Nem, hát bármint, persze. hogy mikor kezd el az ember hülyeskedni. Hol hülyeskedünk, meg... mi van már izé, 500-as cuccba futkozunk. Meg támadni. Leverünk egyet a zombiak, az ketté esik. Persze, hát kell hát. Bányázzuk a követ. Igen, meg, jaj, de jó, tényleg, most én most jut eszembe, ugye, hogy kiástam itt ezt a nagy izét, bunkeremet, és lett igen. egy csomó kövem miatt, tudod, a homokból, az tényleg, az is jön. Tényleg, az, hogy homokkő, ja, rendes kő is jön, tudod, a homokból. Igen, igen, nem rossz az, jó, jó holmi. Oké, gyerekek. Nem akkor... guggolva kopácsolok, lehet, hogy... felén fognak jönni a zombik, nem tudom. Meg guggolva azért jó, mert látod, hogy szenszed, vagy mit tudom én észrevet, vagy nem vett észre, vagy támad. Ja, tényleg, ja. Az egy nagy előny. Egyelőre nem vettek észre. Ja, meg fáradtsági szint, hoppá, 40, oké. Okay. Nem rossz ez, jó az így. Megint szimmetria máriámat ki tudom élni ebbe a bunkerbe. És szerintem pont eltaláltam azt a szintet, hogy innen már kő. Kő az alap. Tehát a következő réteg, mert pont alattam már kő van és eddig van homok, úgyhogy ez tök jó, mert... az tök jó. Mert akkor az alapja megvan, meg akkor utána követ is tudok bányászni, vagy amit... igen, tök jó az. Szeretnék. Arra vagy, megnézem közben mennyire vagy most tőlem. Ja, várj, nem is itt kell, hanem itt. 1,9. Ja, olyan kettőre tippeltem, hogyha idáig eljöttem, aha. Aha, itt végig robbantott terület van. Lehet, hogy még az éjszaka folyamán kimegyek az útra, próbálok holmikat szerezni. Az 1003-as fejszét volna megszerezni. De itt nem merek menni a kiégett területen, robbantott területen inkább. Ez a jó, amikor a fákját berakod a falba. Ezt nem látszik, az vicces tud lenni. Aha, itt a Doberman alattam, nem áll. Szerinted, ha rálövök, sötétbe lát. Hát szerintem észre fog menni. Valószínű fel fog neki tűnni. Ha. Megpróbálkozunk vele. Volt nem van a hálózsák, gyerekek. Ja, hát hogyha a hálózsákot lerakod, akkor még azért nem olyan beszélyes. Azt hiszem lát. Utás. Jó, hát egy pillanatra legugolsz, kiderül, hogy hunted vagy-e. Felém indult el, úgyhogy nem fog. Nem tudok legugolni, futás. Ja, akkor már ne guggolj le. Ez nem érdemes. De az a szerencsém, hogy dombon voltam én, ő meg lent az úton és nem jött fel. Aha. Körbe futkozik. Hoppá. Észrevétlen, helyes. Akkor fasza. Ja, neked le vagy magyarosítva. Megúsztam. Én meg hörgést hallok. Megint. Szerintem fölöttem maszkál valami zombi horda. Egyébként juha. Azt... nem, még azzal a rész, vagy azokkal a verzióval nem játszottak, képzeld, régen volt a, van ez a radar felül, tudod? Igen. Ahol van a V, meg az ilyesmi. Na ott mutat, ott régebben mutatta a zombikat, mit tudom, fehér színnel akkor, hogyha ha nem, ilyen kis nyíl alakjában, hogy nem vett észre, hogyha piros, akkor meg észrevett, igen, tudod, meg támad. Aha. Régen akkor volt egy ilyen indikátor, azt kivették. Nem rossz. Aztán volt arról is szó, hogy az megszerezhető lesz később, ugye, hogy lesz egy ilyen radar. És akkor azt mit tudom én tudod használni, és akkor tudod merre vannak. De azt nem került be a játékba. Aha. Pedig az nem lett volna rossz. Ja, az jó izé lett volna. Feature. Találtam még egy Doberman, de jó. Medve hangot hallok. Egyre jobb. Nem a... első nap itt medvével kell küzdenem. Hol van? Dobermant azt már látom. Na gyerekek, mi meg azt csináljuk akkor itt. Dobermant azt lehet, hogy kikészítjük. Hogy? Valahol a dombon túl van a medve, meg még nem látom. Lehet, hogy zombi medve. Zombi medve? Na mehetsz a francba. Nem az talán, de most még nem látom. Most fejezd be zombi medve, meg ilyeneket beszélsz nekem. Ja nem, itt van nálam.
Hát Dobbermant, ide csomagoljuk. Hopp, ez nem nyert. Jaj, jaj, jaj. Azért javítgatom meg egyébként ezeket, gyerekek, mert jobbat sokkal nem tudok még csinálni, ugye? Ezt a szívást! Na. Meglőttem a Dobermant, erre jön egy keselyű, fönn vagyok a fán. Júj! Az nem jó, fa tetején keselyű, hallod? Megküzdeni, nem? Én vagyok a fa tetején. Tudom, ja, értem. Aha. Nem tudom, talán a fagnak a közelében nem jön annyira, vagy lehet, nem? Hogy nem tud az ágak miatt, nem így berepülni. Ajánlom neki. Dobermant meg már meglőttem, aztán ott futkozik körbe. Kirágja a fát, még jó, hogy nem hódot csiptél el. Ja. Azt meg el sem találom, még nem jött közelebb a Dobberman. Találom el, nem látom. Próbálom kialakítani szögletes rám ezt a termet, gyerekek, én meg itt. Azzal küzdök, mint az atom, hogy valami formája legyen. Találom el a fene! Nem látok el addig, vagy nem lövök el addig? Fenébe. Keselyű, nem jön ide a fához. Tök jó, fönn vagyok a lombos fán. Ez jó. Szerintem le is ráztam. A fenét most repült el mellettem. Lol, mi leszel a francba onnan mindjárt? Aha, lehet. Nem repül hozzám nagyon közel. Szerintem a fához nem jön közel. Na végre eltartom a kutyát. Kezd alakulni szerintem. De ugyanúgy pörök tovább, nem á? Az a jó, be van bugolva. Ja, csak itt alattam is pöröghetne, kicsit messze van. Keseljünk meg itt, hújjog! Álljál már meg te Dobberman. Na végre megállt egy helyen. Hát remélem nem fog közel jönni ez a keselyű, tényleg. Most egész jó eddig. Körülsz, jó van, talán nem lesz baj. Na. Meghalt a Dobberman. Na most akkor keselyű, most te jössz. Fajn. Le kéne szednem, addig innen nem megyek le, az biztos. Faj. Én meg ebbe az irányba haladok még. Mindjárt megzek ám gyerekek ezzel a... Nem találom el most meg. Bunkerrel. Egyszer eltaláltam. Még egyszer, na, megvan az irány. Előtt, korán lőttem. Most sem hajnalodik, úgyhogy egész jó. Újjog ám ezek esélyőd lövöm. Négyszer eltaláltam, jó van. Előzőnek mennyi kellett? 6-7 körül? Mennyi így veszél? Ó, még van valamennyi. Te hallod? Lőd fejbe. Oké. Ne szórakozzál, miért testre... Gyere, vedd le fejjel, gyere! De testre lőj neki, fejre! Szemét, kilövöd! Jaj! Kilövöd a szemét. A rosszabb tenyik keselyt. Na, megvolt még egyszer. Azaz! Szétesett! Elkáll itt egy kiégett zombi is. Próbálom azt is közelbe csolni. Találom el, akkor lemászunk. Találkozunk vele. Jaj, ne gyerekek, komolyan mondom, ezt megvadulok. A Dobberman. Megmetszük a Dobbermant is. Annak legalább a bőre jó lesz. Na oké. Okay. Nem lesz jó! Futás! Észrevett a zombi! Nagyon elküzdesz ott. Én meg itt nyugodtan kis bányászgatok, meg így élem a... Nekem izgalmak vannak. Nyugodt napjaimat. Hangulatos, havas táj alattam futkozik az égő zombi. Nagyon jó. Ó, hát. Én meg itt lazulgatok. Az jó. Pihengetek. Jó, oké gyerekek, megcsináljuk a falakat majd. Nagyon jó. Egész hangulatos. Na, hol lett ez a csávó? Mi van? Hallod, fölmentem a létrára és leakadt rólam. Az jó. Most se tudja, hol vagyok szerintem. Hát már. Sötét van még, nem? Nem, már itt elég. Hát mondjuk lehet, 4 óra. Majdok, meglőjük. Jó, most látszok, én ezt lerakom. Hát. Ennyi az egész. És akkor baj, innen fogjuk folytatni, csak kimegyünk egy kicsit. Vert. Kellene szereznem gyerekek, rengeteg fát. Utánam a létrára. Igen, a zombi? Aha. Tud felmászni zombi, persze, az tényleg mondjuk. Igen, csak az alsó létra fog. Hiányzott?
Segítség! Végveszély van! Zuhanunk! Itt van 200 zanék. Ez eltalált, gyerekek, lehet, hogy halál van! Kösd már meg azt a kötszert! Segítség! Jó fasz! Ne bántsatok! Nem én voltam! Észrevétlen! Gyerekek! Megúsztad? Meg! Metszem békésen, na izét, zombi kutyát, ez meg nagyon akar verni. Jó. Nem, ládát még nem rakjuk le, srácok. Már csak azért. Hol van? Így a kesely is elveszett, nem baj. Nem fogom megkeresni. Tollát meg akartam metszeni. Ki akartam tépni a tollait. Mert meg akarom csinálni az alapját a bunkernek, úgyhogy addig nem. Addig nem. Nem hagyom magam ám, azért se. Mennyi HP-d van, hogy állsz? 95, tölt vissza. Hát akkor nagyon jó. Egyszer megütöttek, de aztán ugye visszatölt. Akkor nem veszélyes. Nem. Most még már nincs a közelben a csávó, mi? Látok, miért ezt itt hagyok biztonsági okok miatt. Jó, srác. Valakivel küzd a medve, hallod? Szerintem ez zombi medve lesz, és neki állt a engem támadó zombinak. Nem tudom. Valamivel küzdött, az biztos. Azt csináljuk, hogy akkor ezt majd lepadlózzuk. Úgyhogy ehhez kellene majd anyag. Tomi medve az itt van, jó van. Szedni, meg lehet, hogy a házikót megnézzük. Amiről beszéltünk, tudjátok. Mekkora házat találtál? Picit nagyot? Találtam egy kisebbet is, meg egy nagyobbat, azokat ja, meg akarom lesni. Még itt a kutya jó, akkor azt meg tudom még metszeni. Talán most már hagyják. Nem kell sok létre, fölöslegesen nem craftolunk. Kötszerem viszont már nincsen. Ja, sivatag itt van közel mellettem. Lehet, hogy én is elmegyek lyukkát szedni akkor arra. Igaz, hogy neked az ellentétes irányba van, de hát... Hát ha kell, akkor mindenképpen. Igen, ja. Igen. Lehet, hogy élelemszerzés, meg minden. Na jöttök, gyerekek, ha. Megnézzük, hogy... Viszont csinálunk egy sima kötszert. Addig. Ugye a vérzést a sima kötszer is elállítja, csak annyi, hogy nem tölti vissza. Nekünk meg nyílvessző kellett nagyon. Oké. Okay. Olyan szinten fogalmam sincs, hogyan nálunk. Esélyt meg nem tudom, hol szedtük le igazából, lehet az már nincs is meg. De itt van, megtaláltam azt is, azt a... Ó, legalább egy 50 tollot az is ad. Oké, okay, megyek én meg a izai havas területemre körülnézni. Micsoda robbantások vannak itt, gyerekek. Izé, akció van, vagy mi? Megforgatnak. 7 percenként annyi robbantás van. Mekkora medve. Tönjük, akkor ezt most itt visszafordulunk erre, igen. Ellenkező irányba. Uh-huh. Azért itt van hó bőven. Jó, túléltük az éjszakát, nagyon fasza volt. Aha, jó van. Király, király, nagyon. Robert mondanak a zombit, azt meg túléltem, ha Istennek, jó van. Jó van, 100-ig vissza is töltött a HP-m közben. Az XP vagy mi az? HP. Na, itt a medve. Nem merek neki állni, nincs annyi nyílveszőm szerintem. A hülye csak belesétál a ide kaktuszba. Fényes nappal. Ennyi kövünk van, 200, vasból meg van 70. Jó, akkor ezt még elütjük. Tudom igazából, ha itt telepedek le, akkor most így most csináljak valamit, nem is tudom. Hol telepedsz? Bolt itt mellett? Aha. Bolt környéken. Most azt nem tudom, hogy ha ide telepedek, akkor csináljak-e valamit. Most azon gondolkodok. Vagy hát inkább menjek feléd, vagy nem tudom. Hát ahogy gondolod, oda akarsz letelepedni? Letelepedsz? Nem tudom, az telepedhetünk úgyis, aztán később találkozunk, ha gondolod. Aha. Aztán így összeszedjük magunkat utána, akkor már lehet kóricálni. Jó, végül is igaz. Végül is igaz azzal, hogy most megyek attól, nem fogok fejlődni. Ja. Igen, hát, igen. Nem tudom. Jó. Úgyis az az idő is eljön, okay. Amikor találkozunk, aztán az akkor addig meg... Második nap vagyunk. Ja, így el vagyunk, elég jól. Lassan jönnek a vendégek. Igen. Oké. Okay. Legyen az. Szerünk fát, gyerekek, mert szeretném... Éjszaka azon a bunkert Rába. Csinálni. Mennyi kövünk van? Dobberman volt meg én?
Gyerekek, ezek a kutyák engem marhán szeretnek. Csináljuk a létrát, meg a csapdát. Hol az a Dobberman, gyerekek? Ott van, jó van. Aha, csak ez kell hozzá, gyerekek. Úgyhogy... De arra az oldalára a létrát, hogy még véletlenül se tudjon följönni. Az... Jó. Akkor meg fogjuk csinálni mi meg ebből a bunkerünket. Hú, épp hogy végeztem ezzel a csapdával. Dobberman megtámadott, pont erre jött. Oké, srácok. Egy. Kettő lövés. Léhezünk, majd mindjárt eszünk is. Mert nagyon sok van. Nagyon sok kövünk van, én meg izéből fogok, kőből fogok lent építkezni, mert ugye aha, a homokot, amit kiszedtem, szerek egy kis agyagot még hozzá, és akkor tudom kőből. Aha. Kőből a falakat. Hó, ugrálom föl, értem el. Hó, majdnem elér, inkább följebb megyek. Hát csak nem mászik föl a létrán. Majdnem elér, akkorákat ugrik. Á, megkoropod a seggemet, te. Mennyi fa kell nekünk, gyerekek? Az az a... Mondjuk egy 300 fa jó lenne. Ja, ott nehéz a fa, aha. Igen, igen, fát próbálok gyújtani. Na. Igazából most már lehetne egy saját kovom is, most már 20 bölt szereztem. Uh-huh. De most egyelőre nem érdemes. Ó. Tomjazunk viszont. Elmegyünk a sivatagba szerintem. Stok. Ja, igen, gyógykötszer se ártana. Akkor menjünk a sivatagba, megnézzük mennyire van. Tényleg nekem is kell egy kis jukka juice csinálnom. Megkóstolom, azt hiszem rövidesen. Ah, egész jó itt a kilátás. Mi van? A bolt ilyen jó magas dombon van, az jó kilátni a felé. Uh-huh. Víz, ott is víz, sivatag. Jó, sivatag. Srácok, nekünk meg ez szöld. Elég volt szerintem. Jó van, van itt minden. Volt a sziklánk, ez volt a sziklánk, jó van. Visszük ezt is. Ellenpát okay. Eladjuk. Gyerekek, megpróbálunk szerintem annyi pénzt összekovácsolni még előtte. Adjuk azt a fejszét. Elküldöm postán a pisztolyt, hallod? Nekem úgy se kell. Jó. 9 mm-es. Nyitom az ablakot. Jó, van, oké. MZPerix. Na, hol van az izénk, az agyagunk? Lehet, hogy kraftolok még egy izét, lapátot. Egy agyagom még nem volt bányázva, nem baj? Ja, nekem is agyag kell. Meg megfagyok. Hát, gyerekek. Nem baj. Ja, megyünk melegebb éghajlatra is. 15-2-3 perc elég lesz ennek. Használjuk a bolt koholját, remélem nem nyúlja le az anyagot, amit olvasztok benne. Van olyan? Előfor... Nem tudom. Az fasza lenne. Leízé vámolnak. Nem ajánlom neki. Eltudom a kezét. Uh-huh. Van még? 1123. 1002. Valami 1003 körül volt a fejsze, ugye? Várjátok, mindig olcsóbb lesz, ahogy fejlődünk a kereskedés szinttel, ugye? Ja, igen, igen, tényleg. 1302. Na, még egy százas kéne. Mit adjak még egy százasért? Ólom, az most nem kell úgyse. Hát, 50-et adtál ennyiért, az igen. Ölt meg nem adok. Tollat se adok. Ezt akkor kraftoljuk, gyerekek. Viszont... Gyerekek, 60 forint. Vagy mi ez, forint, dollár, mit tudom én. Ja, joke zseton vagy mi, arra sem. Jó van. Továbbadjuk akkor ezt is. Mhm. Ebből tudunk ilyet csinálni, nem? Jó pénzért vette. Na, én ezt akartam, srácok. És akkor ebből meg tudjuk építeni a bázis belsejét. Először a biztonságra próbálok rámenni. Meg is van. Megőriztem az árát. Hol a fejsze? Most megeladtam másnak, vagy mi? Megölöm ám. Megölek eladtad.
Hol fel? Itt van fejsze. 548-as fejsze, az jó. Ez elég jó. Mennyi a max? 600, vagy mennyi? 600. Aha, hát ez elég jó. Milyen, az acélból van, vagy mihez? Nem, ez a kovácsolt vas. Aha. Acélból, nem is baj, nem acélból van, mert... Nem tudnád javítani. Talán hát, nem. Hát, így sem tudom még javítani, mert mindjárt csinálunk ilyen kovácsolt vasat. Nem is az a baj, hanem hogy jó, hamarabb elfáradsz. 2500 nullán vagy acélszerszámmal. Még így az elején. Értem. Mennyi pénzünk van? 18. A block durability az mennyi van? 100-an? Igen, igen. Az jó. Alapból 100-an van, igen. Az fasza. Azért akkor elég nehezen vernek szét a dolgokat. Igen, igen. Ja, hát meg ugye mi is annyival nehezebben bányázunk, de hát az végül is inkább esenek szét. Igen, igen. Több ideig. Nem fognak kelleni, olajpala se fog kelleni, kávé az jöhet. Meg igazából ott lesz üvegünk, az se kell. Jó. Nyugatok felé. Vesző. Nincs egy darabnyi vesző se. Elfogyott az összes. Kiraktam volna. Jött, akkor csinálunk. Jól előttem a Dobbermanra. Ott. Oké. Na srácok, mi itt akkor egy kicsit ezt. Hát rendezzük ezt a terepet. Jaj, hűlünk le! Ajajajajajajajajaj. Azt mondja, hogy... Talán. Arra van sivatag, nincs az olyan messze. És majd kiégett terület, húha. Robbantott, zöld, van itt minden, ami nem kéne. Tomásztam én ide föl? Álljátok, sütünk előbb tojást, mert éhen halunk szerintem, mire odaérünk. Tábortüzet. Ja, ott volt az. Kicsit a felső részét megcsináljunk gyerekek, hogy ne legyünk olyan nagyon veszélybe. Ezt meg fogjátok látni, hogy mit akarok. Áfonyát kéne ennem addig a... Tényleg az hidratális, ugye? Aha! Olyan szint is meg hidratális az áfonya, az se rossz akkor azért. Nem sokat ad, de... Jó lesz. Ah, elkészült a tábortűz. Rakjuk, hogy ne akadjanak el benne. Itt van. Közövedény. Főzünk egy kis sonkás tojást. Perc, oké. Várjuk. Sőt, addig benézzünk a boltba. Hol vagytam el a vas? Ja? Jajdagunk nincs, akkor nem. El akartam addig kezdeni kovácsolt vasat gyártatni vele, ha mennyi olvadt. Jajdagot még nem csinál. Ha megettem a sonkás tojást és nem fejlődött a... AP-m. Na most igen, 102. Szétverjük ezt a kocsit, gyerekek, nagyon útba van. A bunker tetejére csináltam egy ilyen védelmi részt. Ja, ott föl, ilyen pincelejárat? Igen, igen, hasonlót, igen. Aha. Ja, hát igen. Nem tudom, hogy mennyire mélyen kell lenni, de szerintem ott már azért nem ezt keresnek talán. Talán nem, igen. Megpróbálkozzuk. Bár a horda az valószínű, hogy be fog támadni. Az biztos. Az ugye megkeres, igen. Igen, igen. Az egy kicsit nehéz lesz, de addig még van időm teljesen kiépíteni a védelmi rendszert. Hát gyerekek, én megkeresem, hogy hol jöttünk föl, de szerintem itt, ugye? Tök meredek itt mindenhol. Égett terület. Megpróbálunk itt lecsúszni. Betározva? Nincs betározva, van elfogyott. Betározzuk. Őt. Jó, van egy spéci fejszénk már. Meg igazából kávét is előtérbe helyezem. Hát, ha futni kell.
Ja, vettem automatába kávét. Futni kell, akkor benyomom, aztán szinten tartja a futást. Értem. De itt meg szerintem becsapdá... kinget... csinálok izéket, rengeteg csapdát a tetejére, aztán talán aha, akkor valamit fog az érni. Megpróbálkozok egy igen, olyan igen megoldással. Gyereket, kalandozunk ezen a napon. Na, egy gumit szereztünk. Akkor negyedik nap meg lesz neki újabb ajánlata a boltosnak. Arra meg jó lenne egy csákányt egy hasonló szinten, az nagyon jó lenne. Uh-huh. Ott egy autó, megpróbáljuk. Ilyen csapda, talán nincs. Aha, lutóható autó. Talán nem támadnak meg minket. Hát egy jegyetartók az autóban, meg egy... Ez jó. Tábla. Ja. Kár, hogy nem lehet használni. Hát este izé vacsorán... Igen, ez jó, jól fog jönni osztalhoz. Szerintem is. Gumi? Na, gumi. Nem adott a gumi semmit se. Talán gumi volt eddig a 6 vagy 7 szétütőtből. Autót nem látok. Azt tudom, merre nyílik ez a szar? Az úton. Itt talán nem tudnak följönni. Csak kérdés. Ilyen meredek. Domboldalon csak nem jönnek fel. Itt megyek az úton. Hatos úton. Hatos út? Aha. 66-os út? Igen. De tábla 6-os út, igen. Aha. Aztán tényleg bízom benne, hogy az a csivatag. Én nem messziről annak néz ki. De már aztán közelebb megyek, azt változik a bió. Jó, ez nem jó, nem. Kellemetlen. Szavannára vagy valami. Úgyhogy még az is jó. Nem, gyerekek, nem, ez itt lesz. Sivatag lesz, igen. Kell majd egy létre nekünk, itt még gyűjtögetek addig, meg kicsit kipucolom a területet. Van nekem mászó zombik, nem szám. Nem harcolunk. Mindenképp a tetejét kell majd bevédenem. Hogy szerezzünk belőlük? Halljátok meg. A buzogányon harcolunk velük. Ott lesz egy autó a kanyarba. Hogy se tudnám, mi van benne. De lehetne benne valami jó cucc. Egyikben se volt valami jó cucc. A francba elhúzta a lábamat. Nekem kéne vigyázni, nem tudom mivel visszatölteni. Az. Ott is megöljük. Aha. Ezért akartam zombit ölni, hogy szintet lépjünk legalább. Uh-huh. El is fáradtunk a zombi ütésbe, ejjjj. Már csak azért meg kell állni nyilvesszőbe is. Azaz, kettő elég is volt. Sétálunk, hogy visszatöltsön a... Úrerom, jó, leraktam a szarizét. Blokkomat. Jaj, rossz gyomot nyomtam. Na, jó, én meg itt nagyon jó, koncentrálok. Szokott lenni, igen. Koncentrálok az építkezésre, mint az állat közben. Olyan van két zombi az autónál. Oda. Jöjjük, kerülünk. És az a hordát hol tervezett túlélni egyébként? Azt még nem tudom. Vagy az még... nem is tudom. Mondjuk annyira nem veszélyes, nem tudom. Az a baj, az mindenképp rámegy az emberre, ugye? Igen. Aha. Igen. Ja, megpróbálok bevédekezni addig, mint az őrült. Még egyelőre azon nem gondolkodok, hogy hogy lesz a korda. Uh-huh. Á, van egy tűzoltó fekszi a kocsiba. Egy 27-es majdnem tönkrement. Nem tudom, egyelőre próbálok így uh-huh. alapanyagot szedni, aztán nem tudom majd, hogy lesz. Uh-huh. Most nem tudom, milyen anyagból kéne addig. Lehet, hogy fából csinálok valamit? Nem tudom. Na, egyelőre akkor ennyi gyerekek. És akkor innen folytatjuk, ezt most szándékosan úgy verem szét, mert nem akarom felvenni.
Nem érdekel ez most. Egy zombi, állj! A sűrűsúsnyás van ebbe a kégett erdőbe? És ugye itt van alattunk a bunker, tehát azt a részt kell majd megerősítenem felül csapdákkal, és úgyis ott fognak topzódni a zombik. És itt létrát akartam. Mert ide még kell nekem egy létre. Azt hiszem egy fok. Sivatag, ott a sivatag. Eljutunk addig, reméljük. Tökéletes. Értem ide a sivatakhoz, így mennyire vagyok tőled? 2,6, aha, ja, ellenkezőleg van. Szedünk lyukkát. Most látszok, és akkor a fából megcsináljuk a talpát ennek, vagyis az alját ennek az épületnek. Mennyi fánk van? Mennyi woodframe-et tudunk? Lovever át is. Abba tudunk következtetni. Vera, hoho, ott a Vera. Csak egy 30-at. Ja. Jó, hogy csak magunk. Ja. Jó, jó. Esett, jó. Lyukka. Szerintem annyi lyukkát, amennyit bírunk. Tényleg itt mi van különben a domb után? Elnézzünk oda. Nem valami sok lyuk van a sarkában a sivatagnak. Fera is, elég kevés van. Majd beljebb majd megyünk, aztán lesz. Fészek, az is jöhet. Jó, hát ezt helyett csinálunk egy másikat. Egyelőre én még a kalandozásra vagyok. Nem építkezek. Jó az is, fasza. Élelem szerzés, lyukka, Vera. Egyelőre az megy. Hogy kötszert majd készítek. Ja, bőven biztos. Na jó, megoldott ez. Még egy woodframe. Jaj, első nap nem szültek ilyen átfutó hordát, remélem. Ja nem, hál' Isten. Éjszaka szokott, nem inkább? Hát, az a helyzet, hogy nappal több is. Többször tényleg? Is. És egy nap többször is, úgy mondom. Aha. Mindig egyre durvább lesz szerintem, ez úgy lesz. Lehet, hogy mindjárt 5 perc múlva jön egy. Nem figyelsz a hátad, meg ezt futnak. Ja, de te, ja, hát ha a lent vagy, hoppá. Akkor átfutnak fölöttem, igen. Aha. Ja. Engem miért talált el? Lehet meghalunk? Micsoda, mit talált el? Csávó. Hú, 50-ig leütött. Egy ütésre. Igen. Kemény gyerek volt. Kaktuszba próbáltam belecsolni, aztán valahogy, ahogy fordultam, levágta a kanyart, aztán elém állt, aztán oldalból bevert egyet. Gyere csak ide. Adok én neked. Gyere. Gyere. Everlek. Nesze. Még pontot nem is osztottam el, basszus. Most sem nem adtam el. Pontot még nem osztottam el. Ja. Csinálunk ötszert, mert itt aztán már úgy nézem, kemény csávok vannak együtt is ütve, ilyen vékony kis grizda. Van az a kövér farmer, az lekever, akkor meg is halok, vagy mi? Oh. Ilyet, ha ez egy ilyet adott. Ó, itt van. Ó, itt még agyag is lesz. Chestet is. Nem tudom, ott a hóban is figyeltem, volt-e agyag, de biztos. Kiszórjuk a kacatokat, gyerekek, mert nekünk ezek nem kellenek. A lyukkát, amennyit látunk. Lehet, hogy itt a sivatagban fogok akkor egy kicsit meghúzódni, meglátom. Ott héderezel? Így meg messze van a bolt, hogy ott használjam így a munkapadot, meg minden. Á, nem. Hát csak élelemért jövök ide. Csak annál a verziónál. Ezt még elfelejtettem srácok csinálni, ezt megcsináljuk gyorsan. Oké.
Meg azt nem tudom, hogy mondtad a fáklya készítést is, hogy például, mit tudom, csinálsz 5 fáklyát, lehet, hogy arra már jön a sikító zombi, vagy nem tudom ám. Igen? Hogy van ezen a szinten, hőre jön ugye. Az nem semmi. Lehet, hogy izé, csinálsz egy kohót, meg csinálsz egy tábortüzet, és már lehet, már arra már jön, vagy nem tudom. Az igen, nem is tudtam, hogy ez így van. Tudom igazából, hogy mennyit lehet úgy, hogy még nem jön. Mi a bajunk? Ó, megsülünk a sivatagba. Csinálunk ilyen melvértet, váljunk csak. Ja, 25-eset tudunk csinálni igazából, annak mindegy, vagy izé, poncsót. Ja, meg csinálunk egy szalmakalapot is. Az is minusz 10 fokot csinál. Nézzük gyerekek, ba? Hol a bázisunk. Jó van srácok, elvileg ez itt kell lennie, ugye? De már jártunk ezek szerint. Tehát ezt le kell betonoznunk az egészet. Jó magasan vagyunk, most nézem milyen magasan van a bolt, tök jó. Majd lehet, hogy én is a boltnál lefelé fogok ásni valamit, még nem tudom. Fogalmam sincs. Megerősítem. Te bolt alá kéne bást, nem próbáltad? Bolt alá? Hát valamilyen szerintem biztos, hogy be lehet ásni, csak mert nem ugye tudom, mindig a horda az úgy mindig fölérbe megy, hogyha be vagy ásva és ott igen, próbál leásni. Igen. Akkor mi az lenne? Nem hülyeség. Lehet, hogy működne, nem? Hát egy idő után csak enged ma alásni. Mindig mész lejjebb, aztán egy idő után csak enged alá menni. Hogy lehet, hogy nem emiatt, mert akkor meg tényleg bársul alá, azt ott törökre véded vagy. Tudom. De az úgy nem lenne rossz. Na nem. Porthoz meg ugye nem tudnának bemenni. Igen. Hogy föléd jöjjenek, ja. Oké, gyerekek, skillt rakjunk, mert már őrület van. Okay. Melyiket mondtad? Harmadik oldal első, vagy melyik? Bad mechanik, az. Ja, izé, hogy többet tudsz akkor kőbaltával bányázni, ha. Jó, szuper. Oké, király. Jó van, kicsit leamortizáltunk, el kell menni bányászni meg minden gyerekek. És utána neki kell elnézést csinálni, csapdákat. A hetedik napra szará legyen csapdázó az egész környék. Aha. Azt megpróbálom. Annyival kevesebb zombit kell megölni majd. Hogy még rajtunk van a ruha is. Új, tényleg, azért vagyok kurva melegem nekem is. Aha. Most nézem, mondom, felvettem a szalmakalapot, azt levette a csukját. Mondom, ez még rajtam volt. Jó, mondjuk az előbb a hova voltam. Majdnem megfagytam. Lol. Fasza. Vettek észre? Jó van. Ja, most észrevettek. Na gyere csak akkor. Gyere. Ez a Józsi féle kinézetű, ja? Gyere. Józsi. Ne körbe futkolsz. Felém gyere. Jó, Joe. Várjál. Izé. Meg kell szakítanunk a videót, mert ez már vagy 3-4 órás. Tényleg? Júj. Nagyon fognak utálni, hogy mindig ezt felhozom, szerintem. Nem baj. Izé, várjunk még annyit, hogy ezt kinyírom, jó? Oké, aztán most... akkor elbúcsúzunk, aztán akkor a következő részben benne lesz mondjuk a... lehet, hogy egy 3-4 órás, és akkor reggelig tudunk csapatni. Oké. Ja, hát ugye, ahogy éppen kijön. Ja, jó van. Nehezen akar ám megdögleni. Tudod, még gyere a kaktusz felé, barátom, mert itt nem lesz jó. Hajjál már meg! Hajjál meg, Moré! Jó van, már sánt itt. Adom neki a botot, de... úgy nézem, tetszik neki. Na oké, meg akkor behúzódok a bunkerbe, és akkor onnan fogunk indulni a következő részbe. Ütöm velem, de meg se kottyan neki, hallod? Gyerek! Ne szórakozz! Na végre! Elfeküdt! Király! Még agyon kell verni. Hát, még így is föl kell. Nézd, hogy ütöttem még a földön. Kávé! Kávé! Gyorsan! Aj! Kifogyott a izé! Energia! Kávét hamar benyomtam. Majdnem utolért, aztán elvert. Aztán megúsztad? Még egyelőre, még él. Ja. Egyszer már elfeküdt pedig. Várjál, most meg próbálom agyon ütni. Pak mellé. Talált. De hát ez... kell valami ütőszerszámot is valami erősebbet beszerezni, mert ez... Már 50-et ráütöttem, biztos. Kibő van ez. Hát nem hal meg, te! Mi az örök életű?
Van egy zombi? Mi örök életi vagy mi? Lehet, ez valami izé, God mode-ot bekapcsolta a csávó. Te, már eltörik a izé bunkós botom. Komolyan. Kávé van, és te bírok vele. Pedig ütöm verem. Mi, fekszik ma, vagy mit csinál? Egyszer elfeküdt, de azóta már csomószor is megütöttem, és ja, nem akar meghalni. Hú, hát én is ütött, nagyon sokáig kell ezeket a szemeteket. Jó van, újabban. Íjazok inkább, mert... Nem akar neki bejönni. Na, végre meghalt. Viszont még hamar iszok egyet. Megittem a kávét, azt kiszáradtam tőle. Lol. Ja. 8, 7, 6. Iszunk egy izé áfonyát, leszünk. Leve nem, aztán akkor folytathatjuk innen. Oké. Na, oké, meg vagyok vele. Akkor csá, Csumi, aztán na, következő résszel érkezünk. Folytatjuk. Csá.